Na kérem szépen, remélem, hogy hallatszik minden. Itt vagyok Oaxacában, vagy van, aki Oaxacának mondja, annak is egész a közepén, a kis hangulatos főterén, ahol ugye itt látszik mögöttem, talán természetesen mindenféle van a kínálatban, a kajáktól kezdve a cipő pucolásig, mutatok majd néhány dolgot közelebbről is, és meglehetősen nagy az élet, ugye itt most még csak egy óra van, azt hiszem héttel kevesebb, mint otthon. Úgyhogy a nép az nem nagyon csinál mást, mint itt lődörög, hiszen ez a leghangulatosabb hely, körbe ilyen nagyon szép kis árkádos épületek, árkádsorok veszik körül, azok mind-mind éttermek és kávézók és egyebek, és itt van a kis szokásos pavilon itt a főtéren, ugye ez általában az ilyen latin-amerikai országoknak a főterén mindig szokott lenni, és ugye Oaxacáról azt kell tudni, hogy ez gyakorlatilag a legfontosabb kaja városa Mexikónak, ami ugye egyébként is már egy nagyon jó evő ország, de ezen kívül ez, vagy ezen belül egészen pontosan ez az a bizonyos terület, illetve főleg annak is a fővárosa, mert ugye ez egy régiónak is az a neve, Oaxaca, és a városnak is, ahogy látszik itt is politizálnak azért. Tehát, hogy ezen belül is ez a legeslegkomolyabb hely, ahol a legmagasabb színvonalon van a hagyományos konyhaművészet, és ahol például moléból, a hagyományos mexikói szószból a legtöbb félét, illetve összesen 7 félét is készítenek. Ez egyébként egy fantasztikusan finom dolog. Köszönöm szépen a jó kívánságot. Azt nem fogom majd lehet mindig mondani, de azért nagyon kedvesek vagytok. Szóval ez egy fantasztikus dolog ez a mole. Érdemes valódit kóstolni belőle, mert hogy ez is olyan, mint mondjuk a guacamole, hogy az ember, amikor otthon kóstolja, akkor nem tudja, hogy az mit tud. Ez is olyan, hogy csak akkor működik elég rendesen, hogyha nagyon hosszú idő alatt készül, és megvannak benne pirítva rendesen a fűszerek, és persze jó fűszerek vannak. Ez egy elég sűrű szósz, amit nagyon sokféle ételhez adnak, és van benne például csokoládé, van benne chili, és még mindenféle egyéb fűszerek, és ezekből áll össze a végén egy ilyen nagyon-nagyon mély ízű, sokféle ízű, fantasztikusan jó szósz. Különböző színekben is pompázhat egyébként, és lehet édes is, és sós is, és általában a kettő egyszerre. Tehát, hogy ez alapvetően ez különböző húsokhoz és hasonlókra kerül rá. És ebből itt például van a mole negro és a mindenféle egyéb más szín, tehát van fekete és piros és zöld és mindenféle más színek is. Mögöttem az egyik legimpozánsabb templom látható, és mutatom ki saját fejem helyett a fantasztikus lufi kínálatot például. Azt nem tudtam eddig, hogy Mexikó egyben lufi forgalmazásban is valószínűleg világ első lehet. De itt most kiderül, ott készül éppen egy hagyományos shaved ice, vagy jégkása, amit ugye mi nem is ismerünk ebben a formában, mert hogy tényleg egy borotvával készül, és itt a jégtömb, amiből lereszelgetik a jeget, egy gyalú segítségével, és aztán pedig arra kerül rá a kiválasztott, elsőre nem túlságosan bizalomgerjesztő, de azért valószínűleg finom, bár valószínűleg túl édes szirup, szörp, azzal ízesítik. Ott látszik a gyaló, ott a sarokban az a kis fémtárgy. Mindjárt működésben is meglátjuk. Következő vevő megérkezett, akkor meg tudjuk nézni. Így készült tehát egy igazi jégkása, ugye ezt mi már általában csak Siófokról ismerjük, ahol csak ott forog a gépezetben a jég. És itt még Oaxaca főterén, hogyha van esetleg bármi kérdés, akkor nagyon szívesen mondom, de addig azért még úgy mesélek. Ugye természetesen a mexikói konyha és a kukorica kapcsolata az nem csak egy legenda, hanem az a valóság, ugye hihetetlen mennyiségben használják a kukoricát, és a legfinomabb tortillák kis kukoricából készülnek, attól lesz igazán ízes és különleges, nem a sima liszt alapú tortillák, és akkor ebből van aztán ezerféle verzió, ugye nagyon-nagyon sokféleképpen nevezik és eszik a tortilla, vagy különböző tortilla származékokat, amiket aztán esznek pirítva, szárítva, simán csak, éppen csak megrillezve, körbetekerve, megtöltve, háromszögre hajtva, és aztán általában meglocsolgatva mindenféle szószokkal bőségesen, meg különböző húsokkal megszórva.
és akkor ez még adott esetben mehet a sütőbe is, ilyen például az enchiladas az egyik ilyen példa, de ezerféle van tényleg, és itt most, még csak most érkeztem ma ide Oaxacába, egy röpke 14,5 órás buszozás után, úgyhogy még itt a helyi különlegességeket majd csak most fogom megkóstolni, most megyek egy olyan helyre, amelyik takóban állítólag világbajnok, és mindenféle nagyon komoly és természetesen helyi alapanyagokból készítik ott frissen, élőben a magukat, a takókat is, meg azokat is, amik rákerülnek, úgyhogy nagyon izgi lesz. Egyébként az eddigi tapasztalatok, ugye most már körülbelül egy hete vagyok Mexikóban, egészen fantasztikusak voltak, tehát hogy legyűgöző ez a mexikói konyha, és bár elsőre tűnhetne úgy, hogy egy kicsit egysíkú, hogy tortillát teszünk különböző húsokkal és különböző szószokkal, de aztán a végeredménye mégis sokkal bonyolultabb, meg persze maga a mexikói konyha is azért ennél sokkal többet tud, de meglepően sokszor eszik ezeket az alapanyagokat. Kezdtem egyébként Mexikó városban, ott csak egy gyors vacsorára és aztán egy gyors reggelire futotta, de ezek is nagyon kiválóak voltak, és aztán már is mentem tovább Tulumba, ami ugye a tengerparton található, és Cancún félszigeten, és hát elég látványos, ugye egy ilyen, gyakorlatilag a dzsungel majdnem beleér a tengerbe, és egy kis földnyelv van, amin megtelepedtek a mindenféle kis hotelecskék és egyebek, és akkor ide telepedett meg egyébként a molét megtanulom elkészíteni, még nem, de az a baj, hogy nagyon melós, de majd akkor lehet, hogy azért egyszer. Meg ugye az alapanyagokat is be kell hozzá szerezni, az a probléma. Mole egyébként úgy van írva, hogy M-O-L-E, meglepően egyszerűen van írva, és sokféle van belőle, hát azért igyekszem, tehát hogy ugye be kell majd szerezni hozzá mindenfélét, de megéri a fáradtságot, mert hogy nagyon-nagyon feldobja azt, amire rákerül. Szóval visszatérve Tulumhoz, ide települt ki a Noma, és ezért vagyok én elsősorban Mexikóban, hogy azt megnézem, hogy mit csinálnak ők a mexikói ételekkel, illetve mexikói alapanyagokkal egészen pontosan, mert ugye nekik nem céljuk az, hogy mexikói konyhát vigyenek, nyilván még ez alatt a két hónap alatt sem, amíg ott nyitva vannak. Egy egészen különleges helyre települtek egyébként, gyakorlatilag a dzsungelből hódítottak el egy kis területet, és oda építettek fel egy olyan éttermet, aminek a konyhája még úgy nagyjából fedett, viszont például a vendégtér az már csak fákkal fedett, úgyhogy bár ott később, amikor ott voltam, akkor próbáltak felapplikálni mindenféle sátorponyvákat, hogyha esetleg jönne egy komolyabb zuhé, akkor mégiscsak legyen valamit feltelepít vendégek feje fölé, hogy ne ázzanak szét, de erre figyelmeztettek is a foglaláskor, alapvetően itt bármi lehet, óriási páratartalom és eső és mindenféle egyéb is, ennek megfelelően a szervíz is, a felszolgálók is például rövid gatyában dolgoznak, meg a konyha is. Amit biztosan hozok hozzá, hát csokoládét valamilyen formában, kakaóbabot, csokoládét, csilit, ilyesmiket azért nagyon nagy hiba lenne. A tortillát azt sajnos úgyse lehet olyan mennyiségben szállítani, hogy megérje meg, az igazán frissen jó, úgyhogy ahhoz maximum receptet meg technológiát próbálok majd szerezni, hogy hát ha magyar kukoricából is azért készíthető, egész jó. Más tervem egyelőre nincsen, nem vagyok nagy szuveníres. Egy óriási paprika, igen, akkor az valami relleno lesz ez a töltött paprika. Volt például a Nomában az egyik desszert, az egy nagyon brutálisan csípős chili paprika volt, és az volt megtöltve csokoládé parféval, ami egyébként szintén itt Mexikóban létezik, de még elég sok olyan fogás volt a Nomában, ami ugye alapvetően a mexikóiak esznek. Például ma ettem egy étteremben, még San Cristobalban, akkor ez nem is ma volt valószínűleg, hanem tegnap, ettem ezt a tök mag szószt, amit a poliphoz adták, és még egy csomó inspirációt nyertek ők a mexikói konyhából. Viszont amit a végén csináltak belőle, az egészen lenyűgöző volt. Persze lesz majd erről is részletes beszámoló. Illetve köszönöm szépen továbbra is a jó kívánságokat. Szóval, hogyha valaki esetleg később kapcsolódott volna be, akkor ez itt Oaxacának a kis hangulatos főtere, ahol minden tisztességes ember kajálgat és kínálgatja a portékáját. Itt az ember éppen ebédel, de már közben eladná nekem a kis szőnyegeit és szőtteseit a biztonság kedvéért. És baromi hangulatos helyek vannak egyébként, tehát hogy ilyen kicsit régi módi, de nagyon-nagyon jó hangulatú helyek. Most itt találomra egy kávézóba belesünk. Például így tud kinézni. Általában az adja a legjobb hangulatot. Itt az árkádok alatt is jó üldögélni, ott vannak a zenészek.
hogy vannak ilyen gyönyörű belső udvarok, az szinte minden háznak sajátja, hogy egy komoly belső udvarral rendelkezik, és ott szokták berendezni a vendégeknek a területet, és az nagyon-nagyon tud, az egészen rendkívüli. Úgy látom, most ugye jó idő van, úgyhogy a legnagyobb sláger az a shaved ice, az a jégkása, mindenki azon melózik, de más környékeken meg általában nagyon-nagyon sok takós és empenádát és mindenféle házi süteményeket, péksüteményeket kínáló eladó is szokott lenni, úgyhogy tényleg inkább az a nehéz, hogy az ember mit ne egyen, és elég komoly túllevésben vagyok én is. Úgyhogy körülbelül ezt gondoltam én most itt hirtelen. Hány fok van? Itt most magasan vagyunk viszonylag, ez azt hiszem ilyen 1600-on van ez a haka, úgyhogy itt viszonylag hűvösebb, ez olyan 20-25 fok körüli, de mondjuk tegnap voltam egy kanyonban, ott azért volt bőven 30 fok. San Cristobal is viszonylag magasan volt, az 2000, talán 2000 vagy 2100, ott is egy kicsit hűvösebb volt a levegő, ilyen 15-20 fokig is lehűlt akár. Egyébként pedig Mexico City-ben is borzalmas meleg volt, és Tulumban is ilyen 30 fok, és kicsit füllett idő, általában komoly páratartalom is társul a magas hőmérsékletekhez. Mutatok még utcaképet, mert ezek nagyon jó kis hangulatos épületek itt a főtér környékén. Tehát a két sláger jelenleg, aminek most leginkább szezonja van, az egyértelműen a Luffy, ezen kívül a szappanbuborék és a jégkása. És gondolom, hogy azért is, hogy most már talán vannak emberek, akik ebéd után vannak, vagy pedig ide nem engedik be a kajaárusokat, mármint akik főznek is. Ezért abból itt éppen viszonylag kevesebb van. Így néz ki egy mexikói újságos stand. Hát az látványban nem sok minden különbözik, talán csak annyi, hogy egyike sincs rajta egyik magyar sorozatból, se senki a címlapokon. Próbálok keresni valami nem jégkásás, de itt tényleg úgy tűnik, hogy mindenki csak jégkását teszik. Úgyhogy bemegyek egy mellé. De kavaj, mozgó gyalogos van. Ez aztán a 21. század. És akik nagyon turistáknak érzik magad, azok fölülhetnek ilyen szörnyű járművekre, és buta arccal nézhetnek kifelé. Most egy pillanatra úgy érezhetjük magunkat, mintha New Yorkban lennénk. Ezek az ilyen egy és maximum kétszintes épületek, ezek jellemzők egész Latin-Amerikára, és szintén nagyon jól néznek ki. Általában kijebb haladva a városból már inkább csak egyszintesek. Ugye ezek itt a gazdagabb részek a főtér környékén. A közbiztonság, Ádám, az általában itt eléggé rendben van kisebb városokban. Én nekem semmiféle atrocitásom nem volt. Mexikóvárosban, ahol ugye még csak egy éjszakát voltam, ott azért van egy jó pár, ugye ez egy 25 milliós város, ennek megfelelően van bőven bűnözés is, és van egy jó pár olyan környék, amire azt mondják, hogy ha lehet, akkor nemhogy éjszaka, vagy vannak olyan környékek, ahol mondjuk sötétedés után ne nagyon menjünk, és van egy csomó olyan környék, amire az az instrukció, hogy lehetőleg nappal se. És ugye elég sok rendőr van azért itt is az utcákon, de mondjuk Oaxaca az egy 300 ezer alatti. Na, ott mutatok egy ilyen kis példát egy belső ura, ha beengednek, ott látszik hátul. Ott van a vendégtér, ami elég hangulatos és árnyas és hűvös tud lenni a viszonylag nagy melegben is. Szóval én hallottam mindenféle kemény sztorit már. És nyilván a nagyon hülyén viselkedőket, azokat általában jó eséllyel esetleg ki is rabolják, de nekem éppen semmi bajom nem esett, úgyhogy érdemes odafigyelni. Mondom, Mexico City az, ami úgy igazán veszélyes tud lenni állítólag. Ezeken a kisebb helyeken azért úgy alapvetően megmutatok egy pékséget belülről. Eléggé szeretik az édességeket a mexikóiak, úgyhogy hihetetlen mennyiségben vannak ilyen pékségek. És akkor ott egészen elképesztő variációban kínálnak mindenféle kis linzer és egyéb tészta alapú és fánkokat és mindenféléket. De olyan mennyiség ott egy pálmalevél,
olyan mennyiségben és olyan választékban, hogy az ember nem is nagyon érti. És szinte minden édes. Mármint, hogy még a sós végsüteményeknek is azért tesznek bőven cukrot a tésztájába, a biztonság kedvéért. Itt a ropi vagy grissini helyi verziója. És nagyon sok a töltött, meg ízesített végsütemény. Van egy ilyen érdekes, egy ilyen kalácszerűség, ami csak meg van vajazva, ez néha még csokiba is mártják, és akkor van rajta egy vékony csoki réteg. Itt most nem is olyan nagy a választék, mint amilyen úgy szokott lenni általában, és nagyon vicces a rendszer, hogy az embernek el kell vennie egy ilyen kis, nem tudom, alpakka vagy alumínium tálcát, meg egy szedőkanalat, és akkor fölpakolgatja a tálcájára azt, amit kiválaszt, és aztán a pénztárnál, amikor összesítik, akkor becsomagolgatják neki. És ő a főnök, gondolom, a bácsi. Na vissza a napsütésbe. Szóval, hogyha van még kérdés, akkor gyorsan, akkor azokat meg tudom válaszolni, aztán nem tudom, hogy mennyi neten van még a kártyámon, lehet, hogy lassan lekapcsolódom. És persze köszönöm szépen a figyelmet, jönnek majd persze a posztok, fotózok rengeteget, volt itt mindenféle kirándulás, úgyhogy képanyag az van bőven, és mondjuk elég színes ez az ország ahhoz, hogy érdemes legyen alaposan körülnézni, és ételekben is mondom, fantasztikus a választék is, és a gyümölcsöket azt még nem is említettem, olyan hihetetlen különböző ilyen kis helyi fajtájú mangók és banánok és mindenféle egyéb, akár ilyen ismeretlenebb gyümölcsök is vannak, hogy ez egészen lenyűgöző, és ugye ezek nyilván nem a hajón érnek meg, hanem itt a fákon, úgyhogy van belőlük bőven, és hihetetlen ízük van. És félérekbe kerülnek, úgy alapvetően, hogyha valakit árak érdekelnek, hogyha az ember spórolgat, akkor meglehetősen olcsón el lehet lenni, és még úgy a felső kategóriájú éttermek is azért mondjuk bőségesen az európai árszínvonal alatt vannak, inkább olyan harmadában, negyedébe kerülnek nagyjából. Még mutatok, ha el nem csap a taxi, akkor egy ilyen bábot, ezt is szokták. Úgy, itt egy kis... What's it is? Empanada. Ez itt a helyi empanada verzió, ugye mi máshogy ismerjük. Inkább olyan, mint egy ilyen töltött, félbehajtott tortilla lepény. Na mondom, itt ha nem a főtéren vagyunk, akkor egyből árulnak kaját is. Ugye itt ez a oaxacai empanada verzió. Mert ugye egyébként ezek általában ilyen lezárt, sült táskák szoktak lenni, de itt mindent máshogy csinálnak, tehát ez egy akkora foodie hely, hogy itt ők mindent máshogy csinálnak egy kicsit. És ennek köszönhetően aztán nagyon finoman is csinálják, úgyhogy lesz bőven, ott is látszik egy ilyen belső udvar, bár itt éppen üzleti célra használják üzletként, és nem pedig étteremként, de az összes étterem szinte ilyen helyen található. És ott látszik például, hogy itt éppen egy napi menü az 90 pezó, az egy olyan, hát én 15-en szoktam szorozni, úgyhogy olyan 1400 forint mondjuk. Az úgy nem veri fel embert különösebben, és még akár ennél olcsóbb helyeket is ki lehet fogni, és minden friss, és rengeteg friss zöldség, hagyma, csili és fűszerek és ilyeneket használnak, úgyhogy nagyon-nagyon tudom javasolni. Aztán pedig, na ezt ugyan nem tudom, hogy ez egy... Nem, ez nem egy nagyon hangulatos hely. Még megpróbálok gyorsan keresni valami kajaárust, hát ha látszik még valami helyi különlegesség. Fejem helyett itt egy sétáló utca. És... Ezek is természetesen főleg édes mindenféle cuccok. De a többség nagyon finom, úgyhogy én hiába nem vagyok édes szájú. Ennek ellenére is itt azért egy kicsit rákaptam az édességekre, úgyhogy aztán futhatok majd meg én bőségesen. Itt van például egy ilyen kis belső udvar, hát ez mondjuk egy palota épület, nyilván nem mindegyik ennyire díszes és szép. Gondolom itt egy hotelben, jöre vagy, igen, talán ez egy hotel belseje, de ezek ugye a klímában is nagyon jók, itt a nagy melegben az elég, de jól néz ki ez az ősi pénztárgép.
úgyhogy... Kulcsár Nóra, hát elég jó ez a város, igen, én még csak egy pár órája vagyok itt, de már nagyon-nagyon tetszik, bár mondjuk San Cristóbal de las Casas is gyönyörű volt, de ez itt annyira gazdag a kaja választék, hogy szerintem ez lesz a nagy kedvencem. Ja, és persze a csokoládék és a kávék, tehát ugye azt is hihetetlen magas szinten űzik, és helyi csokoládék és kávék vannak. Például San Cristóbalban is a legtöbb kis kávé. Nyilván nem a új hullámos kávét csinálják általában, de alapvetően a környékről származó kávé és kakaobabokat dolgozzák fel, és akkor vannak mindenféle ilyen bean to bar, tehát közvetlenül általuk az alapanyagból elkészített kakaók, illetve a kávéknál is lehet válogatni, hogy akkor az pontosan honnan származzon, és helyi legyen-e, vagy valami más területről érkező. Megnézem, hogy itt ezen a kis terecskén van-e még valami izgalmas, de egyelőre semmi rendkívüli, még egy pár templom, meg egy pár színes ház. Ugye itt kicsit kiebb jöttem a belvárosból, most megyek a szuper takós helyre. Itt már kezdenek inkább csak egyszintes házak lenni, bár az utcának ezen az oldalán még vannak kétszintesek is, és ezek pedig itt, hogyha jól sejtem, akkor iskolai egyenruhák. Na, még itt a következő térig elsétálok. Addig, hogyha egy üveg meszkát, de milyen meszkát kérsz, hadzsikám? Hát annyiféle meszkál van, hogy az valami hihetetlen. Óriási választék van meszkából, ugye itt annak, hát nagyobb a kultusza, mint a tekilának. Ugye a tekilából se azt mérik nyilván, amit otthon megszakadtunk, azokat a meglehetősen commerce termékeket, hanem annál sokkal összetettebb és jobb minőségű dolgokat, és meszkából meg talán még sokkal nagyobb a választék. Ugye az a legtöbben talán arra esküsznek itt, tehát az, aminek nagyon-nagyon komoly kultúrája van. De ez a tlayuda, például amit ki van írva, ez egy, hát hívhatnánk leegyszerűsítve az oaxacai pizzának, ugye nyilván tortilla alapon készül ez is. Na hát, és akkor itt egy gyönyörű oaxaca felirattal kell akkor szerintem búcsúznom, az méltó ez a szuper hangulatos kis városhoz, ami nem is olyan kicsi. És ugye látszik, hogy nem csak a főtér közvetlen közelében van tele szép látnivalókkal, meg utcácskákkal, meg házakkal, hanem mindenhol, úgyhogy ez lesz itt a búcsúkép. Nem, én leszek a búcsúkép, meg is ez lesz itt a búcsúkép. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor próbálok majd még live-ozni is, illetve természetesen lesznek a blogon is bőségesen beszámolók. Sziasztok!